Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, és köszöntöm mindazokat, akik megtiszteltek bennünket itt ma este. Egy újabb fejezetéhez érkezett a Döntés című kiállítás. Ma először olyan vendégeket köszönhetünk Székesfehérváron, akik, ha úgy tetszik, otthonról hazajöttek, hazánk történelmi fővárosába, Szent István városába, hogy megosszák velünk gondolataikat. Mielőtt bemutatnám vendégeinket, engedjék meg, hogy átadjam a mikrofont Kulcsár Mihálynak, a Szent István Király Múzeum igazgatójának. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Szent István Király Múzeum Döntés című kiállításában, illetve a kiállításhoz kapcsolódó Esti Beszélgetések című programsorozatunk első eseményén. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem vendégeinket. Név szerint most nem mutatnék be mindenkit, mivel ezt majd az est moderátora, Vakler Lajos szerkesztő úr meg fogja tenni. Teszem ezt egyébként a már elszaladt időre is tekintettel, remélem ezt elnézik nekem. Mint Önök is észlelhették, egy kisebb csúszás történt a program elkezdésével. Ennek oka, mi ezt szoktuk mondani egymást, között, illetve ezzel szoktuk magyarázni itt a kiállításban, valószínűleg az lehet, hogy mi megidéztük ebben a kiállításban a fenevadat, aki ilyenkor bizony akcióba is lép. Ennek oka lehetett az, hogy a budapesti forgalom miatt szenvedtünk egy kis csúszást, és valószínűleg a fenevadnak a tevékenységeként tudhatjuk be azt is, hogy a kiállítás kurátora Tóth Norbert úr hirtelen megbetegedett, és most nem tud itt jelen lenni. Kívánok Önöknek jó szórakozást a mai estéhez, és átadnám a szót akkor az est moderátorának. Köszönöm szépen. Nos, hívó gondolatként engedjék meg, hogy nemzeti hitvallásunkból olvassak fel egy gondolatot. Mi a magyar nemzet tagjai az új évezred kezdetén felelősséggel minden magyarért kinyilvánítjuk az alábbiakat. Büszkénk vagyunk arra, hogy Szent István királyunk 1000 évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot és hazánkat, a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért. Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit. Magyarország alaptörvényéből idéztem 2013. január 1-én. Kövér László, az országgyűlés elnöke, hitvallása. Nos, akkor nagyszerű, hogy ilyen vendégeket köszönhetünk, és ahogy említettem az imént, ez az első hasonló beszélgetés, a következők majd 28-án lesz még ebben a hónapban. Nos, bizonyos vagyok ám abban is, hogy a Forrás Művészeti Intézet Somogyi Győző festményeivel és Párkányi Rab Péter fotóival Tóth Norbert hatodikos kurátori koncepciójának megfelelően megtalálta és megmutatta az utat, a kapcsolódási pontokat, a hozzáadott érték fontosságát. Hadd mutassam be vendégeinket, Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes előadó művész. Azt gondolom, hogy mindenki ismeri az ő nevét, akinek a népi kultúra megőrzése nyilván eleve elrendelés. Ne feledjük, hogy 1962-ben Kodály Zoltán 80. születésnapján személyesen köszönthette Kodály Zoltánt, aki tanítva és édesanyja tanítványa volt. Rékaként hallhattuk őt az István a királyban, aztán muzsikás együttes Deep Forest Grammy díjjal. Természetesen nem feledkezhetünk meg az Angol Beteg Oscar-díjáról sem, Söndörgő, Dűvő, Újicsics együttes, meg annyi. Gergely András bácsi nemrégiben olvastam, a példaképe Türén mondta, úgy énekel, ahogy a tenger hullámzik. Sebestyén Márta ezt úgy fogalmazta meg, így születtem, a madár repül, én énekelek. Örülök, hogy itt van velünk. Kőpál Kossuth díjas szobrászművészünk, a Nemzet Művésze, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a 20. század utolsó harmadának és a 21. század mostani eddig eltelt időszakának meghatározó személyisége. Ahogy Fekete György említette, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, már jó ideje az örökké valóságnak dolgozik.
Kőpár köztéri térfoglalásai, a mohácsi sírjelek, Róma monumentális művei mellett kis plasztikák, érmék egy teljességet adnak, hitelessége megkérdőjelezhetetlen. Egyébként annyit hadd tegyek hozzá, hogy mielőtt idejöttem, megnéztem a idővonalat és a térképet Kőpál alkotásaiból. Hát azt hiszem egy óra vagy másfél kevés hozzá a Magyarországon elhelyezett köztéri szobrai, de megéri. Harmadik vendégünk, aki tulajdonképpen otthon van, hiszen a Szent István Király Múzeum művészeti tanácsadója, Filip Sándor festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Tisztelettel köszöntöm. A figuralitás mestere, egy ízig-vérig mai legenda, nekünk székesfehérváriaknak mindenképpen, az F csoport tagja. És hát akkor kezdjük talán azzal, hogy miként fogalmazott Tóth Norbert, a kiállítás kurátora. Somogyi Győző művészete az örök titkot rejti, amelyet minden ember magában hordoz, de csak keveseknek adatik meg, hogy összekössék földet és eget, természetet és teremtőt, hogy megteremtse a szakrális alkotás értékét. Azt gondolom, hogy valóban önök is így gondolják. Kezdjük talán azzal, hölgyem. Énekelni szeret. Igen, hát kicsit meg vagyok rendülve, mert ugye általában dalokkal mondom el a gondolataimat, és most ennyi okos ember előtt itt beszélve, úgy elemezgetve a gondolatokat, ahogyan Győző a festészetben, én az énekben, a zenében fejezem ki. Óriási élmény, nem tudom, hogy hányan bújtak be ide a fekete függöny mögé, ahogy körül öleli az embert hirtelen a történelem. Ezek a figurák, ezek megszólalnak. Én már kicsi koromban is nagyon-nagyon érdeklődtem a történelem iránt, és hál' Istennek olyan szülők gyereke lehettem, akik sokat tettek azért, hogy a gyerekek nem úgy nőjenek föl, mint a bolondgomba, hanem igen sokat kaphattunk, sokat meséltek a tapintható történelmről is, illetve sok olyan helyre elvittek minket a szüleim, ahol érezhettük a történelem szelét. És ha az ember ilyen arcképekkel találkozik, akkor személyesebbé válik, akkor úgy érzem, hogy valóban ismerem, és még jobban meg szeretném ismerni a történelmet. Úgyhogy nagyon örülnék, hogyha sok iskolás csapat is ellátogatna ide, mert a mai gyerekeknek különösen szüksége van valódi élményekre, nem csak virtuális marhaságokra. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elhívtak, és örülök, hogy legalább egy rövid sétát tehettünk ott a történelmi arcképcsarnokban, amely hát lenyűgöző, lenyűgöző. Egyetértek önnel, talán soha nem volt nagyobb szükségünk arra, hogy hasonló kiállítást megmutathassunk. Kőpártól kérdezem, hogy ugye itt Attila Hun királytól Maléter pár ezredesig láthatunk 100 képet, külön kiemelve természetesen az Árpádházi szenteket, 26-an vannak plusz Jézus, itt van velünk. Ön mit gondol arról, hogy amikor a tradíció és az innováció, gondolok itt Párkányi Rappéter fotóira, a búsókra, akik a rosszat személyesítik meg, találkozik. Milyen üzenete vannak ennek, milyen kapcsolódási pontok? Hát azt mondhatnám, hogy fogalmam sincs. De mégis azért megrázom magam, hogy valamit kitalálok, hogy a Győzőnek ezt a fantasztikus képességét, ugye nem is tudom, hogy hányféle doktorátust szedett eddig össze, de az, hogy ő viselettörténetből is annyira otthonosan mozog, és olyan profi, hogy hát ez már maga az, hogy örömteli volt megint látni. Én Veszprémbe ezt az anyagot már nem tudom, mikor pásztoroltam, és akkor még nem volt meg mind a 100, de addig-addig szorgalmaskodott, még most már lehet, hogy megvan a 100, ugye? 100 igen. Történelmi alakzat. Maga a Norbinak a gondolatmenete, vagy a Norbinak a elképzelései, azok nagyon izgalmasak, és a Forrás Galéria, ugye az ő birodalma, és olyan dolgokat talál ki, hogy most is azt hiszem járja az országot, illetve hát azt az országot, ami valamikor amilyenk volt. Egy olyan kiállítás, ami azt hiszem a Nagy Boldog Asszonyról szól. De most azért gondolom, mert én is adtam oda valamit, és nagyon-nagyon izgalmas és jó
nyomon jár, vagy jó ösvényen jár Norvé. Tudnilik valóban a műtárgy, amikor azzal szembesülünk, tehát egy szoborral, egy festménnyel, egy grafikával, ami ugye ott van ezen, ebben a millióben, akkor egész más kép hat ránk, mintha látjuk valahol ugye egy ilyen megidézett helyzetben, hogy televízióban látjuk, vagy egyéb helyzetekben. Nagyon fontos az eredetisége a műtárgyaknak a megjelenése. Hát itt is azért csodálatos, mondjuk rég nem láttam ezt a sok-sok gyönyörű portrét, de nem is nagyon volt rá időnk, hogy végig szaladjunk rajta, de a gondolat maga, hogy van egy ilyen kápolnácska, vagy házacska, vagy szobácska, vagy akármicsodácska, és ott van ugye nagy fénybe a Jézus maga szembe, és aztán mindazok, akiket ő fontosnak vélt, oda körbe állította és körbe helyezte el. Én azt hiszem, hogy a Norbinak a gondolata, és hát nagyon sajnálhatjuk, hogy nincs itt, mert azért mégiscsak ő az a szegény Sanyi úgy ugrott bele, mint Pilátus a krédóba, hogy most mit csináljon velünk. És hát az, hogy a Párkányit is elég régről ismerem, kicsi gyermekkorától szinte, és győződ meg hát még a képzőgimiből, és hát azt el lehet mondani, hogy szorgalmas. Én is nagyon szorgalmas vagyok, és Győző is nagyon szorgalmas, mert hogy ennyi munkát ugye megcsinál és kirakja. De hát ennek az is a hátulütője, hogy fogta magát és kivonult a városból. Mekkora gondolat. Eljött Salföldre, és elkezdte Salföldöt ugye rendbe szedni, azokat a dolgokat fölépíteni újból, hogy a házak bütyére azokat a gyönyörű plastikákat, ugye, vagy egy keresztet, vagy egyéb díszítést fölrak, és valóban az egész falunak megváltozik a karaktere, a hangulata, és az, hogy kik lakják. Nagyon jó érzés ott lenni, ott járni. Hát én mondjuk a növendékemhez szoktam menni, nem a Győzőhöz, mert Győzőnek van elég dolga, de a Raffai Dávid az én növendékem, és az ő nevel gyereke. Na most hát ne menjünk bele annyira a részletekbe. Úgyhogy én szívesen mondom, hogy beszéljetek ti is valamit róla, mert én ennyit gondoltam. Köszönöm szépen. A salföldi kópiás kapitány gyönyörűséges, fenséges képeiről még esik szó nyilvánvaló, viszont Párkányi Rab Péter, Filip Sándor barátja és művésztársa, ugye az F csoport tagja volt ő maga is. És beszéljünk akkor ezekről a fotókról, a búsókról. Az ördögök ábrázolása 66 képben, ha úgy tetszik, láttatása, a fenevad láttatása. Milyen gondolatokat ébreszt Filip Sándorban? Hogy kapcsolódik Somogyi Győző fenséges hőseihez? Hát a mikrofon, igen. Nos, a Párkányi Péter, Rab Péter hozzájárult ehhez a kiállításhoz. Ugye itt fotókról, illetve ilyen preparált fotókról van szó, de valójában ez a Győzőnek a kiállítás. Az ötlet a Norbertől merült fel, mivel hogy ismerte a Péternek a fotózási kezdtelését, és hát a busokról nagyon sok fotót készített, nagyon jókat. És aztán így jött az ötlet tulajdonképpen, hogy ezt valahogy beépíteni ebbe a nagyon izgalmas, nagyon érdekes probléma felvetésbe, ami ugye a döntés címet hordozza itt a kiállításon. És valóban egy döntésre készteti az embert, elgondolkoztatja.
És Párkányi, hát mi, hogy ezt kérdezted így, az, hát ugye ő szobrász, egy ízig-vélig nagyon nagy formátumú szobrász, egyébként talán nem mondok újat, de lehet tudni az év végén, a Péternek lesz itt egy nagyszabású életmű kiállítása, mivel hogy már meglett ember léven, elérte az 50. életévét, így. Így úgy gondolta, hogy összeszedi mindazokat a fontos munkákat. Most ezt csak így zárójelben mondom el ezzel kapcsolatban. Győzővel kapcsolatban meg annyit, hogy én tényleg itt az utolsó pillanatban estem ide be, úgymond, de én elhoztam az életrajzát, és ha lesz erre idő, nem túl hosszú, én ezt szívesen felolvasom, mert itt nem jelenik meg az életrajza, elképesztő. Tehát azt megalni, hogy mi minden nem ment keresztül, és mi az, ami ide vezette és eljutott, ez mindenkinek érthetővé teszi azt, hogy miről is szól ez az egész történet. Az ő személyes sorsán keresztül, de úgymond mindannyiunk sorsa is, hiszen itt a magyarságról van szó, de nem csak magyarságról, Európáról, akár a világról. A hitvallásából pedig én azt szűrtem ki, hogy hát körülbelül hát az az érzésem, hogy ugyanazt vallja, mint Csontváry. Csontváry azt mondta, hogy ő az isteni természet hűszolgálója. Hát itt a Győzőn ez gyönyörűen le lehet mérni, és az egész élete erről szól valójában. Nos, a Somogyi életrajzot természetesen meghallgatjuk. Előtte azonban hadd kérdezzem meg Mártától, hogy a rövid időre is, de azért jutott arra idő, hogy körülnézzen, mit tárhat fel egy látogató egy ember lelkében ez a kettősség? Az egyik oldalon ott van a fenevad, az ördög, a rossz, ha úgy tetszik, a másik oldalról pedig a jó. Ugye ez erkölcsi és morális kérdés mindenféle értelemben. Igen, hát jól elkülöníti, hiszen ugye a sötét falon vannak ezek a különleges fotók, ezek a lobogó tekintetű szörmókok, a fenevadok, bár hadd valljam be, hogy én elfogultan kedvelem a busókat, mint néprajzi szempontból legalábbis, nyilván itt más jelentése van ennek a falon, és aztán a maga fényességében ott van középen, szinte mint a szent képek sorozata, a magyar történelem ragyogó alakjai, úgyhogy nagyon szépen elválik. Én azt gondolom, hogy azért meg kell ismerni azokat a fenevadakat, a rosszat is meg kell ismerni, és az a sok fényes alak mind ezekkel a fenevadakkal küzdött, tehát az ellenséget is érdemes megismerni. Mennyi energia, mennyi küzdelem az ára annak, amit láthatunk ebben a csodálatos tablósorozatban, és annak, hogy most ma mi itt élünk és még vagyunk. Tehát nagyon elgondolkoztatja az embert, amit lát bent. Ráadásul döntésre készít fel bennünket arra sarkkal, hiszen az emberfia dönteni köteles. Így vagy hogy hogyan lehet egy adott pillanatban hirtelen mégis a lehető legjobban dönteni, amit aztán persze sokszor csak az utókor igazol, vagy a történelem igazol. Én úgy láttam bent, hogy azok a hősök, akik ott vannak, nagyon jól dönthettek, hiszen mondom, akkor ma nem lennénk itt. Nos, akkor most kérem ezt a Somogyi életrajzot, mégpedig azért, mert azt gondolom, hogy belástam magam én is, és Somogyi Győző élete példa mindannyiunk számára ez a kiállítás, a Magyar Hősök Arcképcsarnok, az a száz kép, az az ikonosztáz, ami 10 esztendeig készült, becsületbeli ügy. Sándor. Nos. Somogyi Győző 1942-ben született Budapesten, házukat 44-ben bombatalálat semmisítette meg, új otthonuk 45-ben, majd 56-ban teli találatot kapott. A család egy Jászapáti melletti tanyára menekült, itt érték a meghatározó kisgyermekkorú falusi élmények. 4 éves korától szüntelenül rajzolt, olóval papírkatonákat vágott ki, maketteket, terepasztalokat készített, és háborúsdit játszott. Általános iskolai tanára Reményi Géza irányította a képzési iparművészeti gimnáziumban, ahol festőszakon érettségizett 1960-ban. 3-szor felvételizett Süketen a Magyar Képzőművészeti Főiskolára.
Ez időszak alatt először, mint segédmunkás, majd ipari tanuló, végül szakmunkás dolgozott a Kossuth nyomdában, ahol különféle grafikai eljárásokkal ismerkedett és próbálkozott. Esténként a vasutas képzőművészeti körbe rajzolt, festett, érettségi után tagja lett a Szilágyi Ernő zsidó filozófus Ötök nevű tanítványi körének. Szilágyi Ernő hatása érlelődés a filozófia, a vallás és a zene felé fordult. Ebben az időben kezdett a kör többi tagjaihoz hasonlóan rendszeresen templomba járni. Budapest valamennyi felekezetének templomát látogatta. A Jézus és a keresztény hit ekkor ragadta meg. Nyáron a baráti kör egy hónapot Tihanyban töltött, pénztelenül éjjel a falu szalmakazlaiban tanyázva. Itt született meg a Tihanyi Királyság, egy eszmei birodalom, mely hadügyminiszterének és polgárának tartja magát Somogyi a mai napig. 1962-ben az Ötök beiratkozott a Római Katolikus Központi Hittudományi Akadémia civil hallgatónak, Somogyi délutános műszakban dolgozott, a nyomdában és előadásokat, hogy az előadásokat tudja látogatni. 64-ben beköltözött a szemináriumba, mint esztergomi főegyházmegye harmadéves papnövendéke, annak ellenére, hogy elhatározta, hogy végleg felhagy a művészettel és papírhadseregekkel, a teológián is folytatta a rajzolást. 67-ben pappá szentelték, 68-ban summa cum laude doktori címet szerzett egyháztörténetből. Mivel munkáspapnak készült, a nyári szünidőkben segédmunkásként éjszakai rakodó, lovász dolgozott, majd 7 éves lelkipásztori működése alatt is fizikai munkából élt. Lábatlanban, Dunakilitiben, budapesti külső Ferencváros, Józsefvárosban, mint káplán, egyháztörténeti kutatási mellett dolgozott TS-ben, postai rakodóként, építőipari szövetkezetben, stb. Nem fogok itt mindent felsorolni, de mint nyomdászként sajátította el ezeket a remek nyomdai technikákat, amit aztán nagyon gyönyörű szép grafikák révén aztán ezt nagyon jól tudta alkalmazni. Nagyon érdekes az az életéből, tehát most kiragadok dolgokat, hogy 1971-ben utolsó munkáján megismerkedett és barátságot kötött Erdély Miklóssal, mely kapcsolat Erdély haláláig fennmaradt. Aki valamennyire is járatos a képzőművészetben, tudnia kell, hogy Erdély Miklós a hazai avantgárdnak, a 60-as, 70-es éveknek az egyik legmeghatározóbb alakja volt. És ez azért is érdekes, mert tulajdonképpen az avantgárd addig szerette Győzőt, amíg az első huszát meg nem rajzolta, vagy festette. És utána, mint egy ez a... hogy úgy mondjam, ez a liberális kultúrpolitika nem ejtette őt, úgymond, idézőjelbe téve. Ez nagyon fontos. Elsajátította remekül Bráda Tibornak köszönhetően a tojástempera technikáját, amivel egyébként ezek a képek is, ezek az ikonosztázok készültek, ami egy ősi technika, nem egy problémás, nehéz technika, de nagyon remekül lehet alkalmas, hogy Győze ennek egy kiváló mestere. Na most még nagyon röviden annyit, mert azért hosszú ez az életrajz. Ő maga is hosszú, igen, igen. Na a lényeg az, hogy a 70-es években aztán hát a vezető papja az megvált tőle, vagyis hát eltanácsolták tulajdonképpen az egyházi pályától, vagy papi pályától, mondjuk így. Folyamatosan rendőri zaklatásoknak volt kitéve, aminek 1990-ben a rendszerváltás vetett véget, rajszakköröket vezetett, és amikor tulajdonképpen 1964-től végig hát megfigyelés alatt tartották, útlevelét bevonták, műtermét lehallgatták. Hát szóval, ami ebben az időszakban egy rendkívüli, sokan voltak nyilván ebben a helyzetben, tehát ez igencsak megkeserítette az ember hétköznapjait. Körbeutazta a Kárpát-medencét, helyszíni vázlatok alapján 10 év alatt megrajzolta a nagy térképet.
Kármát-medence szubjektív madártávlati képét. Alapító tagja volt a 1980-ban létrejött Dunakörnek, szegényeket támogató alapnak, műtermében szamizdat lerakat működött. Tulajdonképpen ennek az egésznek 1909 vetett véget az úgynevezett rendszerváltás 89-90-ben. Könyveket jelentetett meg, úgy tudott, hogy tulajdonképpen amikor hát ezeket a hadtörténeti és hadviseleti kutatásokat végezte, akkor a Győző rajzait és könyveit használtak mintának, ez inspirálta művészetét. 1986-ban a feleségével Salföldre költözött, lovakat, szamarakat, rackajúvokat kezdett tenyészteni, háza a Huszármúzeum, lovas oktatóközpont, huszárcsapatok székhelye és találkozó helyet lett, maga is huszár őrmesterként szolgál. 92-ben megalakította a Balatonfelvidéki Radecki Huszár Egyesületet, 99-ben a salföldi kopiásokat a Magyar Huszárrend és a Katonai Hadjárműhelyező Szövetség alelnöke tevékenykedik. Hát szóval ez egy rettenetesen hosszú élettörténet, és nagyon-nagyon izgalmas. Természetesen hát azért a megbecsülést azt megkapta későbbiek folyamán, hiszen a kiváló művész lett, Kossuth díjat kapott, a Művészeti Akadémiának tagja, a Magyar Művészeti Akadémiának, valamint hát a nemzetművészek kitüntetést is megkapta. Egy kicsit hosszúra sikeredett, de ezt azt hiszem muszáj volt elmondani, hogy értsen mindenki, hogy egy művész élet azért nem egy, hogy is mondom, lakodalmi. Se baj, köszönöm szépen, köszönjük szépen. Egyébként azt mondta még ezt, én is hadd idézzek tőle, hiszem, hogy minden, ami volt valamikor, megvan ma is, és rekonstruálható. Ezt tapasztaljuk egyébként. Kálvinista megközelítésben egyébként Tóth Norbert a kurátor megközelítésében, ugye ezek a képek lajtórja ég és föld között. Ez tetten érhető, Márta? Azt gondolom, hogy igen, tehát ez egy nagyon jó megfogalmazás. Közben végig arra gondoltam, hogy már kicsi gyerekként is mindig azok a könyvek érdekeltek, amiben gyönyörű illusztrációk vannak, ahol egészen megjelenik az, amiről olvasok is, és úgy tűnik, hogy hiteles az a figura, akár királyról van szó, vagy valami történelmi figuráról, és az elképesztőek a képein a részletek, a szimbólumok, azok az attribútumok, hogy milyen, mennyi mindent kellett ehhez tudni, hogy ezeket megfesse, hát ugye ebből az életrajzból is kiderül, hogy egy ilyen sűrű életből ezt a sok tapasztalatot és tudást mind belesűríti ebbe a gyönyörű arckép csarnokba. Tehát egészen fenséges. Úgyhogy végig ezen járt az eszem, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy van egy ilyen kortársunk, aki ilyen tehetséggel nyúl ez a témához. Ez a földi világ égi leképezése. Így van ez? Én a nagy térképről szívesen mesélnék, vagy beszélnék, mert kiadták még az én osztálytársam, most halt meg sajnos Oláh János, ő volt a Magyar Napló kiadónak a megteremtője, tulajdonképpen egy lepusztult szerkesztőséget kapott készhez, és abból egy olyan fantasztikus birodalmat csinált. Na most ez a nagy térkép, ez a Győzőnek a hatalmas útjain megrajzolta ezt az egész nagy Kárpát-medencét, és gyönyörű maga az album, csak az a baj vele, hogy semmilyen könyvespolcra nem lehet föltenni. Viszont én nagyon szerettem, mert díszajándéknak szoktam venni barátaimnak, és hát csak én veszem, úgy hallottam a kiadótól. De ajánlom, hogyha a kis pénzt összegyűjtötök, vegyetek belőle. Mert amellett, hogy a térkép pontos, azok a kalotaszeg mondjuk, vagy sóvidék, ha följebb megyünk, akkor azok az emberek gyönyörűen meg vannak rajzolva a Győző modorába, és a Győző tehetség.
szemüvegével, és hát fekete tollával, mert én azokat szeretem, azokat a munkáit, amik tussal vannak még, és elképesztő kifejező. És hát még annyit elmondok, hogy a Kovács Tamás, aki ugye a osztálytársunk volt a kisképzőben, ő hozzájött be mindig a győzői, és hogy mondta, hogy gyere már Tamás, mert elakadtam valamibe. Ő tartja a mesterének. Nem tudom, hogy Kovács Tamás neve ismerősen csenge, de óriási nagy mester volt. A Majom királyról olyan munkákat, ilyen pontozási technikával dolgozott, hogy pici pontokból állította, vagy rajzolta össze a figurát. Tehát elkezdett pici pontokat, és valahol elkezdte a kislába ujjánál, és aztán végén kibomlott a figura, kibomlott a Majom király, ahogy vágtázik fönn a levegőbe, és hát osztja az észt, meg a fegyverekkel is rendesen oda cserdít. De az a fajta izgalom, ami a Kovács Tamásnál megvolt, az Győzőnél egy másik síkra terelődött. És ő nem ezt a fajta technikát használta, hogy sokkal nagyobb vonalú, nagyobb lendületű munkák az ő munkái. Viszont amikor elkezd odafigyelni és pepecselni, mondjuk hát kiválasztja mondjuk a Rákóczi Ferencet, és elkezdi megrajzolni, ez megint egy olyan félelmetes ismeret áll mögötte, ugye hát ő ruhatörténetbe, vagy nem tudom, hogy mondjam, nagyon otthon van. Tehát ő tervezett a hadseregnek is ruhákat, és hát az összes hozzáigazottak, ugye az összes hiteles katonai ruhák, és rangok, és tralala, ezek mind nagyon-nagyon a kis ujjában vannak. Az is még pompás a Győzőnél, hogy rettenetes munkabírás. Ugye meg kellett volna tanuljon lovagolni. Hát nem volt kitől, hogy tanuljon, ő fogta magát, és megtanult. Autodidakta lovas, de nagyon jó lovas. És hát, hogyha belegondoltok, tehát ezek olyan dolgok, ugye, hogy hát azt mondja, hogy megtanulok biciklizni. Persze. Ha van bicikli, ugye? De hát ez nektek viccesen hangzik, de az én gyerekkoromban apámtól loptam el mindig a biciklit, hogy valahogy váz alatt próbálkozzak és megtanuljak biciklizni. Győző ugyanígy tanulta a lovaglást. És nem vagyok Salföldön a Dávidéknál, és betáncol Győző egy fehér lovon az udvarra. Hát szemséges. Mondom, nézd már, ki ez az ember? Szóval ő meglepően fölvállalt ezt a paraszti létet, mert hát ő egy csepeli gyerek, hát ő fogalma nem volt arról, hogy kell rackajukot terelni jobbra-balra. De fölvállalta, és hát ott volt szegénykének a szomorúság, hogy ilyen kóborkutyák az egész rackajuk állományát széttépték, ugye tönkretették és elpusztult. De aztán megint csak összeszedte magát, és hát megpróbáltak valamilyen féle védekezést. De valóban a Győzőnek van egy képessége ehhez. Nem tudom másképp mondani. Tehát van egy képessége ehhez, hogy elképzeli és megcsinálja. Ez nagyon nagy dolog. Igen, az elmúlt héten itt járt Jankovics Marcell, aki a Magyar Szentek és Boldogok filmsorozatához készített itt képeket, rövidesen majd látni fogjuk nyilvánvaló. És ő is arról beszélt, hogy ez rendkívül fontos. Most ennek kapcsán kérdezem Filip Sándort, hogy amikor a Forrás Galéria, illetve a Forrás Művészeti Intézet megtervezte és elindult azon az úton, amelyet Tóth Norberték jelenleg is követnek, tehát gondolok itt elsősorban arra, hogy
a Kárpát-haza, illetve a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet Szász Jenőikkel együtt bemutatja azt a kultúrát, azt a népi kultúrát, illetve a képzőművészetet, ami határoinkon túl is működik, akkor sokan fanyalogtak, és ezt teszik ma is. Nos, ez a kiállítás, én azt gondolom, hogy némiképp üzenet mindazoknak, akik úgy vélik, hogy ez magyarkodás, mi pedig azt gondoljuk, hogy a nemzeti identitásunk megőrzése mindennél fontosabb mostanság. Sándor, te mit gondolsz erről? Hát én nem tudom, hogy ez hogy magyarkodás. Hát elég sokat jártam a világban, és ez nekem nagyon furcsa volt. Régen, ugye még az is furcsa volt, hogyha valaki kitűzte a magyar zászlót, mert azért Irgun-Burgun járt minimum, most már szerencsére ilyesmi nincs, de számomra az volt a meglepő, például amikor legelőször jártam, ilyen hosszabb ideig külföldön, Svédországba jöttem egy darabig, akkor minden svédnél, a svéd háznál ki voltak tűzve a svéd zászlók. Jó, amikor egy svéd valahová költözött, vagy egy házat épített, mert ugye divat volt, hogy a saját kézzel építsen egy házat, akkor az első dolga volt, hogy egy óriási poznát egy fenyőből megfaragott, és felhúzta a svéd lobogot. Ez magától érthetődő volt. Aki járt Svédországba, azt tapasztalhatta, hogy tele van zászlókkal. Egyesült Államok, dettó ugyanez a helyzet szinte, és még nagyon sok hely a világon. Úgyhogy ezt a fajta magyarkodást én soha nem értem, és inkább én azt érzem benne, amikor ilyesmivel hozakodnak elő, akkor azt hiszem, hogy hát ez merő rossz indulat. Tehát, hogy amikor azt mondják, hogy te nemzeti vagy, hát hogyha nem vagyok nemzeti, akkor mi vagyok? Hiszen ebben az országban élünk, tudomásom szerint, tehát itt, ha tetszik, ha nem, ehhez a nemzethez tartozik valaki, hát természetes, magától érthetődő. Csak hát ugye, lehet, hogy a svéd példa rossz volt valamennyire, de azért itt tudni kell, hogy azért Svédországban több száz éven keresztül nem volt háború például, de Magyarország meg hát elég viharos időket élt meg, és hát ilyen módon ez a fajta rosszáízű magyarkodás, ez nekem nagyon visszatetsz, hogy ne magyarkodjál. Sokszor kaptuk ezt a március 15-én egyszeresen elvették az embert, az utcán találták, a 70-es években, pláne 60-as években is. Úgyhogy én is megjártam egyszer, a moziból jöttünk ki valahol Budapesten, nem tudom én, aztán se ki nem kérdezett semmit, csak kaptunk, és aztán szaladtunk természetesen. Hát, hogyha ez magyarkodásnak számított, akkor magyarok voltunk. Ám legyen. Azt tudjuk, hogy Sebestyén Márta jószerivel minden európai nyelven énekelt már, de az igazi a magyar, természetesen. Igen, még ez a magyarkodás, hát annyira utálom ezt a szót, komolyan mondom, úgy kell lefogni ilyenkor, és annyira értelmetlen is. Hát van ennek a szónak értelme? Hát akkor lehet írkedni, vagy görökkönni? Ugyanígy? Hát nem lehet. Tehát ez egy akkora marhaság, hogy nem igaz. Én amikor ugye a gimnáziumi évek alatt kerültem szorosabb kapcsolatba a Sebő Ferivel és Halmos Bélával, akkor kezdtem el velük énekelni, tehát első mentoraim és mestereim ők. Akkor aztán az iskolába kaptam ilyen kis cetliket órák alatt, hogy hajrá Sebestyén, vissza Erdélyt! Valamint, hogy mit magyarkodok én állandóan. Tehát ezt akkor se értettem, azóta se. Az én szüleim nagy szavak nélkül plántálták belénk a természetes hazaszeretetet, hogy kik vagyunk, hova tartozunk. Mindezekhez ilyen emberekkel a háttérben, mint Kodály tanár úr, akit még ugye nekem is volt szerencsém ismerni, ahogy említette, tényleg nagyon büszke vagyok erre, 5 évesen köszönhettem, és most a Kodály évben pedig sok alkalom van, hogy a mesternek a szellemiségéről, és nem csak a ragyogó műveiről, a kérlelhetetlen magyarság
tudatáról és azról az értékrendről, amit képviselt, erről újra és újra megemlékezzünk. Ez nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy a múlt héten volt éppen koncertem a Zeneakadémián, amit Kodály tanár úrnak szenteltem, és az általa gyűjtött népdalokat, illetve kórusműveket jelenítettük meg. 83. éves édesanyám is, mint utolsó növendékének egyike ott vezényelt, majd az egész Zeneakadémia elénekelte vezényletével Bersenyi Dániel Kodály a Magyarokhoz című kórusművét, ugye Forra világ, bús tengere, ó magyar. Hát olyan kitörő, az emberekből úgy kibudjant ez, kirobbant, úgyhogy meg kellett ismételni. Tehát nagyon-nagyon nagy szüksége van az embereknek, hogy egészségesen és normálisan élhessék meg, és senki ne kritizálja, cikizálja őket, és pláne nem olyan tudatlanok, akik legtöbbször pont olyanok jönnek ebben a szöveggel, akiknek fogalmuk nincs a magyar történelemről. Úgyhogy ezért különösen bántó és értő. Most már kezdem magamról így lepörgetni. Hát ezt nem is lehet lefordítani, ezt a kifejezést semmilyen más nyelvre. Tehát nem is tudom, hogy... Nos, menjünk be a kápolnába, azt javasolom Kőpállal, hiszen az a szentség, a központ. Menjünk be, hiszen az Árpádházi Szentek 26, Szentek és Boldogok 26-an, plusz Jézus. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos. Mielőtt azonban erre a kérdésre válaszolna, a Mártával együtt néztük, hiszen úgy kezdődik a kiállítás, önök is látták nyilvánvaló, hogy Attila előtt és Maléter pár ezredes után van egy üres hely, hogy mi történt előtte és utána, majd ezt szeretném kérdezni, hogy Márta miként gondolja, mi történt Attila előtt, és mi történt, illetve történik Maléter Pál ezredes után. Én nekem az az élek jutott eszembe, hogy fújnak a fellegek, Somogy megye felől. Sokat gondolkoztam a soraim felől. Sokat gondolkoztam még annak előtte, felségetnél sorsunk el vagyon rendelve. Sokat gondolkoztam a régi atyákról, e világon való sok bujdosásinkról. E világon való sok bujdosásinkról. Ez a gondolat jutott eszembe, amint néztem. Köszönjük szépen. Tehát a központ a szentség. Igen, az a helyzet velem, hogy soha nem arra szeretek válaszolni, amit kérdeznek. Na most, aki valamennyire ismer, vannak itt drága barátaim, látom itt az orcájukat, hogy döbbenten néznek, hogy mit makogok én itt nekik. Én azért visszakanyarodnék a március 15-éhez. Ami olyan érdekes, ugye, mert volt ez a kommunizmus, és akkor minden más volt. És mondja Csóri, hogy hát mi csak hazudtunk. Akkor is hazudtunk, ha nem akartunk, mert nem engedték, hogy azt mondjuk, ami fontos, és ami van, és ami lényeges. Ugye a március 15-e az számomra, meg számunkra is, ott Márti is érintett, Hoppál Mihály néprajzos barátunk kitalálta, hogy neki akkor van a születésnapja. Na most persze, hogy nem akkor volt, de mégis így történt, hogy ott nem vertek meg minket. Fölmentünk a Szabó Ilonka utcába hozzá, és akkor jöttek ugye a delikvensek, a muzsikás a végére mindig megérkezett, és akkor nagy dínom, dánom, meg minden. De hát úgy van, úgy van. És ez a társaság nem csak, hogy ott gyülekezett, mert nem úgy ment el az idő, hogy oda jöttünk, aztán vakaróztunk, hanem a Miska kitalálta azt,
hogy mindig volt valaki, akit kitüntetett. Ez a társaság, ez a grémium. Úgyhogy, ahogy Márti mondja, hogy Katona Tamás lett, Katona Tamás történész, aki hát olyan gyönyörűen beszélt 48-ról, és hát általában őt beszéltették a rádióban is, de Rádai Misi például, ő is ugye a Városvédő Misi, én csak így hívom. Na most a helyzet az, ugye, hogy fölmentünk, és akkor ott mindenféle finom kaják, piák voltak, de azért ott értékes dolgok is eldördültek, elhangzottak. És valóban a Miskának ez az óriási gondolata egy könyvbe is megfogalmazódott. És én vettem vagy 4-5 darabot belőle, és úgy adtam így barátaimnak, hogy lássák, hogy mi történt ott a Szabó Ilonka utcában. Hát valóban megpróbált az ember mindig úgy valahogy viselkedni, hogy ne kelljen szégyenkeznie, de hát rá volt kényszerítve. Rá volt kényszerítve, hogy hazudjon, meg ne mondja el, hogy mi van, hogy van. De hát azért csak-csak kiváztunk ebből mostanra, és most már nem ezen kellene rágódjunk, hanem azon, hogy ez az ország rendbe kezd jönni, én úgy érzem. És az, hogy mennyi munka van ebbe, és mennyi munka van mögötte, itt van ez a Varga Misi. Hát egy vékony kis fiatal úr, én futballoztam együtt vele oda a Bármadasba. Hát néztük, hogy némá, hogy cselez. De nem csak cselez, baromi okos pali. Karcagi gyerek, tehát már én Karcagról ismertem. És valóban el kell ismerni, hogy valami itt történt, valami fontos dolog történt, hogy adott nekünk egy olyan jó érzést, hogy nem kell lehajtani a fejünket, hanem mehetünk végig emelt fővel az utcán. Hogy milyen érdekes, hogy ide jön egy angol, hát úgy, így megy. És mitől? Mert van egy nagy háttere. Ő nem szégyenkezve jár itt a magyar utcákon, és mondhatnám a többi nációnak a tagját is. És hát az, hogy ha bemegyünk abba a szentélybe, hogy nehéz erről, azért nehéz róla beszélni, mert olyan végtelenül izgalmas minden egyes portré, hogy arról lehetne órákig beszélni egy-egy portréról. És az, hogy azt már elmondtam, ugye, hogy én nagyon becsülöm, szeretem a Győzőt, mert hát valóban mindenbe belemer fogni, és végig is csinálja. És az fontos. Egy ember, ha belefog egy munkába, azt végig kell csinálni. Nincs olyan, hogy fél úton azt mondom, szevasztok, ennyi volt. Köszönöm szépen. Azt javasolnám, tekintve, hogy fogyóban van az időnk, hogy zárjuk keretbe a történetet. Vilep Sándortól éppen ezért azért kérdezem, mint művészeti tanácsadótól, hogy amikor felvetődött a lehetősége, hogy Somogyi Győző és Párkányi Rab Péter így módon jelenítik meg a jót, a rosszat, a fenségest, a fenevadat, mi volt az első gondolata? Hát azt tudni kell, hogy ez az anyag, ez egy pályázatnak az anyaga, ami a Velencei Biennálé lett pályázati anyagként beadva. Hát azt nem mondom, hogy természetesen nem kapta meg, mert nem volt annyira természetes, de lényeg az, hogy nem ez a kiállítási anyag került egész más, teljesen más szemléletű. Annyit tudok mondani róla, és ezt talán mindent elmagyaráz, hogy erről a Ludwig Múzeum ítészei döntöttek, és aztán így érthető is, hogy a döntés című kiállítás hogy nem kerülhetett a Velencei Biennáléra. Na, ez a kis kitérőt azért mondom, mert több Velencei Biennálén jártam, és sajnos az volt a helyzet, hogy művészettörténészek is azt mondták, meg a kritikusok is mindig azt mondták, hogy hát miért ezt hozzátok nekünk, ebből van bőven. Magyarul mindig olyan műveket
vittek ki olyan koncepcióval, ami nagyjából a megfelelő nagy trendi irányzatoknak felelt meg, tehát valahogy be tudták illeszteni a nagy világon lévő külön nagy irányzatokban. Miért nem hozzátok azt, ami a tiétek? Tudnék, nem láttak azt, mert teljesen mindegy volt, hogy ez most egy szlovák volt, vagy egy amerikai, vagy teljesen mindegy, hogy milyen náció volt, de nem látták azt, hogy ez mitől magyar művészet. És azt keresték. És sajnos az a helyzet, hogy a mai napig nem jelenik meg a magyar művészet a Velencei Biennálén. A győzője ez bizony az lett volna. Sajnos úgy látszik, még nem tartunk ott, hogy egy ilyesmi megvalósulson. Pedig hát egész biztos, hogy ez egy nagy visszhangot keltő dolog lett volna. Az, hogy a kiállítás hogy került ide, úgyhogy a Norberttel hát beszéltünk erről, és hogy helyszínt kerestek, és akkor tavaly ez tulajdonképpen felmerült, hogy milyen jó lenne ezt itt megvalósítani. És hát sok részlet van, nem érdemes vele így foglalkozni. Lényeg az, hogy a kiállítás itt létrejött, és április végéig azért ezt... Minden esetre ez egy lépcső mindenképpen és minden értelemben. Márta, mit gondolt, amikor körbejárt és látta ezt a kettősséget, hiszen ahogy kezdtük a beszélgetést, az embernek döntenie kell. Egyrészt azonnal vissza szeretnék menni, hogy alaposabban megtekinthessen, mert az embert a bűv körébe vonják ezek a gyönyörű képek, és szeretne ott jobban elidőzni. Én legalábbis sokkal több időt szeretek eltölteni, avval, hogy alaposan végignézem. De az biztos, hogy igen jól ki van találva ott a szép, fényes, a gyönyörű kápolna belső, és a körben, a sötét falakon pedig ezek a hát rémesnek szánt figurák, ugye a fenevad. Azt gondolom, hogy a döntés és a választás az mindig a kezünkben van, mindig a miénk, és mindenki dönts el, hogy hogyan veszi fel a harcot adott esetben, hogyan dönt, hova áll, melyik oldalra, illetve hogyan győzi le, és hogyan tud végül a fényes oldalra kerülni. Ez a mai napig a mindennapjainkban is jelen van, úgyhogy nem csak ilyen nagy dolgokra gondolok, hanem sokszor napi problémákra, és persze az élet nagy kérdéseire, és nemzeti kérdésekre. Kőpál, aki tudja, hogy mi mindent kell tenni a mindennapokban, hogy egy ilyen kiállítás, annak megtekintése ünnep lehessen, az alkotótárs és barát. Hát én örvendek nekik, de hát az az őrület, hogy ugye mindig a Jóisten dönti el. Meg kitalálunk valamit, és csináljuk, és aztán jön a influenzia, és akkor Norbi otthon van. És akkor Győző sincs itt. Peti sincs itt. Én nem tudok egyebet mondani, mint hogy sajnálom ezt, és az, hogy jó érzés azért, hogy mi mégiscsak ide vergölődtünk, mert az sem volt egyszerű, hogy indulunk. És hát sajnálom, hogy önöket megvárakoztattuk, de nem rajtunk múlottna. És nem is a gyereken, aki vezetett, mert nagyon jól vezetett. Csak hát egy Budapest a stéboly. Annak kijönni nem egyszerű. Köszönöm szépen. Tisztem még elmondani, hogy február 21-én Filip Sándor tárlatvezetésével látogatható a kiállítás, és a következő hasonló beszélgetés pedig február 28-án kedden lesz ugyanebben az időpontban, természetesen ugyanitt. Vendégeinknek köszönöm, hogy megtiszteltek bennünket. Azt hiszem, hogy nagyon fontos volt, hogy itt voltak velünk, és fontos ez a kiállítás is. Fontos mindazért, mert hogy ne feledjük, az emberfia dönteni köteles. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, először találkozhattak azzal a beszélgetéssel, amely a döntés kiállítást kísérik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra, minden jót kívánok!